Hogan László, jöjjön csak át, hogy én már közeled. Egyben már rám, nem megy nekem ez a kikérés valahogy. István válogat, én nem találok, mit csináljuk. Nézzünk még egyet. Tudja, hogy mi volt velem a baj? Tegnap nagyon berúgtam. Lehéj rám. Az a lényeg, hogy legény búcsú volt nálunk, kedden meg legény búcsú volt nálunk. Tegnap is, én berúgtam, ma reggel 6-ig ittunk. Na képzelj, reggel a kocsmából kimásztam, fél részegen az árukba, beleestem. Hátulról ezt a kis buksi fejemet meg jól bele is vertem. Aztán, hogy felébredtem, kezdtem józanodni, a szemem előtt csillagok és páros galambok repkedtek, csak ez a szerencsétlen pávafarkú galamb egy magába szédelget. Ahonnan alá csaptam, sem is hoztam ide, mert már, mint mondtam, úgy hallottam, hogy maguknak meg egy eredeti magyar fehér begyes árválkodik itten. Na, de nem ez a lényeg, Ászínom. Tudja, hogy volt a mesében? Hamupipők elhagyta a csukáját, akit meg mi keresünk, itt hagyta nálunk a bugyiját. Na de ezt a bugyit is már rögtön megismerte, mert ő ezt már egyszer-kétszer közelről is nézegette. Úgyhogy higgyel el, nagyon, hogy István nem vágyik itt semmi másra, csak ennek a bugyinak a gazdájára. Menjünk keresünk. Menjünk keresünk meg. Rájuk szólt, uraim! Ez az igazi, ez az igazi! Kedves vendégek! Csendet kérnék, ne nevessük már ki a mamát! Na. Elmondom önöknek, hogy nagy tisztesség ért engem! Mert ennek a bugyinak gazdát kellett kerestem! Találtam is egyet, ezt a csoda szépet! Esküszöm, tán csak egy festőfeset ilyen szépet! Csak egy baj van vele, hogy nincs meg minden foga. Túl sokat mosta, az lehetett az oka. Egyre kedves vőleim, barátom, olyan bamba képet vágtál, gondolom, milyen szépre te sem számítottál. Kell vagy nem kell? Hadd legyen. Na, de, akkor a kedves hívek segítségét kérnünk. Csókot! Csókot! Elszegyelte magát, kell vagy nem kell? Na nézzék meg! Kedves vendégek, nézzék meg! A térkék szemében ott ragyog a tűz. Arra meg én kedveskedek, hogy ő még mindig szűk. Most sem kell. Mai világban szűzelpenyő ritkaság. Nem kell. Pedig ez a bugyi gazdája, ezt nézzék meg. El a bugyi gazdája. Na figyeljenek már ide! Otthon azt mondja nekem, hogy keressem meg ennek a bugyinak a gazdáját. Megkerestem, azt nem kell neki.